Inkább megkérdezik a lakásokat csinálni, mint hogy kamerázzák. Meg az az érzésem. Ezt a lakást még mind csináltuk meg. De hát ott meg kell néznünk. Jó, ezt a lakást még mind csináltuk meg saját két kezemmel, sárval, vályokkal, mindennel. Munkahelyőség nem is volt, nem is lesz. Hál' Istennek most indult egy program 80 fővel, most 15. éve ez a munka beindul. Ez ilyen közmunka? Nem, ez a Hortobágyi csatorna vízművek, meg van már itt a gátmunka. Hát ez most, hál' Istennek, most a cigánság nagyon jó. Jön, hogy tudnak az ember dolgozni. Most a továbbiakban, hogy hogy lesz, mint lesz, de azt tudom, hogy december 31-ig megy a munka. És ennyivel lesz jobb, hogy nem egy-két hónapos jobban az ember boldogulni. Tehát, következő években hogy lesz, azt még nem tudjuk. És ott adnak a cigány embereknek is munkát. Persze, most minden, most nem magyar emberre tartozik, hanem egy cigány emberek is tartozik. Úgyhogy magyar emberekre, szerintem ugyanolyan emberek vagyunk mi is, mint a magyarok csak emberek. Csak van, ahol panaszkodnak, hogy a cigány embereknek nem adnak munkát, mert hogy cigány. Hát én nem tudom, de most ez a munka, ami most beindul, de most nem válogatóba, hogy az magyarnak, hanem egy cigány is, meg magyar is vegyesen. Szerintem magyar is van munkanélküli, úgyhogy mint cigány. Tehát most ez minden egyes emberre vonatkozik. Amelyik akar most dolgozni, az most el tudom, hogy dolgozom. Még nem szeretem, hogy úgy sem legyen. Lehet, ez most ilyen dolog. De az nem igaz, hogy a cigányok nem szeretnek dolgozni. Tehát a cigány ember is elmegy dolgozni. Őszintén megmondjam, vannak benne olyan, aki nem szeret dolgozni. Most nem tudom, hogy kik azok, de egy pár ember, vannak egy pár napig. És akkor azok hogy tudnak megélni? Családi pótlék. Nagy családi pótlék, a gyerekek kapják, azt abból megélek be a szociális segélyből. Abból meg lehet élni? Hát most őszintén megmondjam, ha 100 000 kapunk egy napban, akkor sem tudunk megélni. Azért sok költségek vannak, vízdíj, személydíj, lakáshitelek vannak. Hát itt írja az ember, hogyha ha napon-napra tud mit enni, nem hogy megér. Addig van jó, hogy nem 28, hanem 90 000, mert 80-at kapunk. Annyi búja. De másképpen hát nagyon jó tudja maga is, hogy a mai világból 60-70 000 forint. Nem nagy pénz, nem nagyon lehet megélni belőle. És mi van még, ami úgy téma a cigányság körében? Munka az egyik, és még... Most mit mondjak magának, drága? Nagyon-nagyon beszélménybe a hajdúbeszélünk, ahol már nem nagyon patronálja a cigányságot. Szinte semmibe. Ennyi, hát most mivel? Bemegyünk, megyünk a kisebbség, meg hiába megyünk. Most, hogy kisebbség nincsen rá pénze, hogy patronálja a cigánsan, akkor úgy sem tudjuk kezdeni se. És ki az, aki segít valamennyit? Ki az, aki hát most senki egyenlőre. Hát most nincsen miből finanszírozni a cigánságot. Egy haláleset, egy mezár forintja, az önkormányzat. Annyit adtak ott, akkor... Hogy érzik, hogy a helyi cigány kisebbségi önkormányzat az mennyire képvisel az önök érdekeit? Semmit nem képviselnek! Őszintén megmondja, mivel képviselje. Hát mondom, nem tudnak képviselni, mivel? Hát nincsen miből képviselni. Ha nincsen rá nekik pénz. Hát nincsen rá pénz a kujjába. Valamikor megdolgoztunk mink azért a pénzért, nem? Letelik a munkahoz 3 fő éljen meg 28 000 forintból. Akkor mit akarnak itt mi velünk? Lakbért mindent fizessünk. 3 éve itt osztották a tanácsnál a fát. Tudhatod? Persze. Értem, minden cigán kap a baujai a Liszt Ferencen bíróságon. Csak 3-an vagyunk kimaradva. 1, 2, 3. Én, az öcsém meg a sógorom. Figyelj, most akkor elmondanám nektek, hogy én próbáltam nektek fát szerezni, tehát olyan szinten egy kis erdőterületet kinéztem, így közel a városhoz, és azt a választ kaptam, hogy ugye mivel nem vagytok szakképzettek, tehát vágásra... Persze. Szóljon, kivágok én annyi fát, mint egy szakképzett ember, szóljon. Elmennek egy kicsit kívánni, megbüntetik minket. A rendőrök 100 000 forintra kedicsókolok. Egy ilyeneket nem tudnak elhozni. Ha most valaki szakácsnak tanul, megvan rulla, hogy neki is szakács, a fejhoz is most azért tudjátok, egy ilyen világot élünk, mindenhez kell szakít. Azért mondom, hogy jöjjön egy szakember, adjél nekem a stílt, mert a szakember azt mennyi, melyik vágva el különböző vagy én. Ha van egy stílfűrészes vizsga, akkor ezt meg lehet óvani. De adjon meg szét is, mondom, Pista, de végül is te se ezt mondtad, mikor még
Mit nem ezt mondtam? Ezeket mondtam. Figyelj, én segítek, és én elmondanám nem, neked. Mit segítek? Ezt mondd meg, mit segítek én az autóban. Figyelj, és én... De jössz, mit segítek? Figyelj meg, nekem 15-en van a képviselőtestületben, van 9 fideszes. És három jobbikosul az önkormányzatnál. Van egy független egyenlesztés. Bármikor, bármi van, mindig, amikor kétes dolog van, a végén mindig szavazásra kerül a sor, és mindig a Fidesz, amit akkor mindig valósul meg. Mikor meg oda van, hogy menjünk szabadni, kinyalnák a segünket, ha tudnák. Sajnos ez így működött. 28 ezer forintból élek, ha bemegyek a tanácsok ki, vagy 27-ből beteg vagyok, a gyógyszeremet abból váltom ki fele, ha bemegyek kéne egy beteglapot, vagy bár akarni, nincsen. 2 ezer forintot nem adnának gyógyszer, ha meghalnak se. Pedig annyi gyógyszert eszek, hogy többet eszek gyógyszert, mint kenyeret. És akkor miből lesz egyáltalán? Tehát látom, csinosan föl van öltözve, jó ruhában, nem akarni ebbe a hitányba. Én megmondom önnek, gyesem vagyok, a feleségem sajnos nyugdíjas, alkalmi munkát végzek a Baromfiba. Meg a kinizsítés, sörésnél. És akkor mikor fontosan, ha lényegtelen, hogy milyen ruhában járunk, csak az a lényeg, tiszták legyünk, ne legyünk büdösök. Ha valahova bemegyünk egy orvoshoz, legalább azt mondják, hogy egy cigány nem piszkos, nem retkes. Már egy gyerekem elmegy az óvodába, ha most a tetűt meglelik benne, vagy a piszkos, akkor jönnek és kiemelik a családunk, meg azt nem akarunk, hogy a gyerekeket elvigyek. És ezek a házak, ahol élnek, laknak, ezek milyen állapotban? Meg lehet nézni. Megnézhetjük itt kamerával, de lehet? Nem, Kamrát, hogy nézzék meg, hogy mit csináltak a kamrából. Végül tiszta fagyagságban. Itt még lakik valaki? Ebben a házban? Itt meg a rejzeszont, igen. Rejzeszonttal. Tehát még lakik. Igen. Aha. Komfort nélküliek azért nem minden, mert ugye egy kis csata van ebben. Hát érzem, hogy itt azért többen is laknak, ha jól látok. Egy, még ezen a soron laknak. Várják, akkor kint. Hát gyarom, hát ne ugrálj már nekem mindig. Menj már arrébb, ne okoskodjál már mindig. Nekem itt a WC, nekem ez van a WC. Megkérdezhetem, hogy itt mindenki cigány ember, aki itt persze, lakik? Persze, ön is cigány ember? Persze. De azért mondjuk ön tudja így tartani a WC-t? Így tudom, tényleg, ezt a kurva itt a WC. Hát még kimosom meg minden. Hát, és akkor nézzük meg egy hát másikat. Hát most is meg lehet nézni egy másikat. És ezt is használják. Hát tehát, használják. Tehát ebből azért az is tanulság, hogy azért cigány ember és cigány ember között nagy különbség van, hát, hogyha szegénységben élnek is. Tehát egyforma szegénységben élnek, egyforma körülmények között, de mégis van, aki hát szegénységben is azért valami... Hát nekem a szobám is tiszta, a konyhán bele tudom is nézni. Megtetszik mutatni? Hát persze. Látom, tessék bejönni, hát nem is azt mondom. De azért itt több helyen is van kábel tévé. Hát tessék bejönni. Ugye látom, hogy azért van kábel tévé. Tessék bejönni. Köszönöm szépen. Hát tessék menni. Nem volt azt akarjuk bemutatni, hogy a szegénységben is lehet azért tisztán élni. Akár mi szegénységben élünk, de tisztaságot. Meg ma valahogy visszük ezt a tisztaságot. De a többi nem tudja vinni a tisztaságot, mert mit írjunk vele nyáron? 30 fokos melegből jönnek a patkányok. Kiöntik oda a szemetet, az egészet, hát te hülye meg idegeskedjél rá, mert kiöntik a szemetet. Egy kuka nincs, kezit csalkolom attól. Na hát akkor az ember hogy ég meg a tisztaságban? Na, ha kikég az emelni azt az embert, na, amelyik tiszta. Itt is bevezették a vizet, kezit csalkolom. Megvan az igazat. Egész igaz volt a vizet. Az világ hárult, az egész víz, vagy a víz. Hát bizony. Most meg el vagyok utasítva a szociális segélye, hogy miért nem kapsz. Mert nem törvényesen. Akkor az azt mondja, miért társi kapcsolatban élek vele. Azt ezután hogy éljünk meg? Kezdj csak, te sem már belegondolni. Na, hogy a 5-6-ra nem tudunk menni. Hova jártál? Nem tudja, általános iskolába? Vagy a középiskolába? Általános. És aztán? Kálamveresben. Ott mit tanultál? Pincén. Többiek, ugye? Tanulta, álljátok a vizet. Viszontlátásra. Köszönjük szépen.
Hogy itt ez az ingatlan, amit már lassan egy éve, hogy elhagytunk a család, de a férjem 7 éve meghalt, azóta rohadt ránk szállt itt a kisebbség, az az igazság. Ott szoktak átjárni, ott a ház mögött, meg ott a téglafalat is bontják. Ott járnak át, hát ott arra lefele a Bíró Lajostól errefele ezeknek itt, egymás mellett laknak itt a családok, nincs kerítés, átjárnak egymáshoz. Tegnap mondtam neki, hogy én fel fogom jelenteni, már egy fél éve rimánkodok neki, hogy csináljam a kerítést. Azzal az indokkal nem csinálja meg, hogy nincs pénze. Jöttem itt reggel ellapátolni a havat, taxival ment. Kerítés végig nem volt. Mi történt pontosan akkor ezzel a... önök elköltöztek innen, és aztán mi történt? Hát ez folyamatosan, de még itt laktunk is, górálták az aprólékok itt a gyerekek. Górálták, összetölték, most a felnőttek szerintem már olyan nagy darab ajtókat, fajtókat hordtak el itt kerteken keresztül, hogy az gyerek nem tudta elvinni. Aztán kutyám volt, ami hamis volt, amitől nem tudtak bejönni, azt lemérgezték. Itt ezt a részt, ez itt végig még a férjem halála után csináltuk meg, drótkerítéssel vontuk be. Onnantól idáig levágták, ezt látják, ezt most csináltuk apósommal az egészet, ezt a tákolmányt belül, már ilyet szerkesztettem, hogy a kutya ki ne jöjjön. És még itt csináltuk apósommal a kerítést, itt ekkora apró gyerekek dobáltak kavicssal, meg megjegyzéseket tettek. Na, a hülye magyar csinálja a kerítést, majd elbontjuk ilyen megjegyzésekkel. Úgyhogy volt olyan hétvégén az ember meló után kicsit tovább szeretne aludni, és akkor itt a szomszédomnak a egyik gyereke már itt vette az ajtót, hogy adjam ki a focit. Kimegyek, és akkor mondtam neki, hogy na, menjünk, és akkor anyukádnak szóljál. És akkor anyu alszik, nem keltem fel. Mondom, addig nem kapod vissza a labdát, és úgy hócsipásan jött ki az asszony, és mondtam neki, hogy én, ha fel tudok kelni a gyereked miatt, hogy visszaadjam a labdát, akkor te meg keljél fel, azt ügyeljél rá. Ilyenek. Ha nem adtam ki a labdát, akkor féltéglák repültek a kerítésnek, az ablaknak, ilyenek. Szóval embertelen, amit művelnek. Te gyakorlatilag el kellett menekülni. Szinte azt igen. Lehet, hogy a saját és akkor voltam fogadóórákon polgármesteri hivatalba, kértem kamerát is, hogy tegyenek fel, hogy legalább bizonyítani tudja az ember. Panaszba tettem, hogy szemetetbe górának kerítésemet rongálják. Ilyen otthon tele van a fiókom. Ilyen indoklásokkal, hogy na, nem haladja meg, és akkor... Szóval úgy elseplik így padló tehát, hogy nem állapítható meg az elkövető kilétel, és ezért igen, lezárják igen. Az eljárást. Pontosan. És a polgármester úr aztán megígért, hogy lesz kamera, amit levélbe kaptam arról is egy levelet, hogy itt lesz a kamera feltéve, erre felfeltették a bójaira. És akkor mentem megint fogadó órára, hogy már elnézést, de nem oda tették, ahova ígérték. Akkor arra hivatkoztak, hogy azzal az indokkal rendőrségi bejelentések alapján a rendőrség kérésére tették be a Bolyai utcára a kamerát. Erre felmentem a rendőrségre, és akkor ott mondták, hogy hát nem mondjak neveket, meg semmit nem mondjak, ők nem is tudnak a két kameráról, nem is hozzájuk tartozik. Úgyhogy ez tényleg nem az ő részük. Tehát próbálták, ahelyett, hogy segítettek volna, próbálták elhárítani maguktól? Nem, ők tényleg nem tudtak róla. Ja. Ez kifejezetten az önkormányzat is, tényleg az önkormányzatnál van bent a két kamera is, és nem működik amúgy, de erről a rendőrség nem is tudott. Itt veszi észre az ember, hogy hülyének nézik. Ha ilyen helyekkel hülyére veszik az embert, bohócot csinálnak belőle, akkor hol mehet ilyen ügybe? Tehát, hogy szeretett volna valami bűnmegelőzési intézkedést, hát mint igen, ez a kamera, hogy meg valamit lássák, hogy mi folyik itt, mert úgyis letagadják. Tovább a házukat. Így van. Meg, hogy olyan körülmények legyenek, hogy az ember nyugodtan kimehessen az utcára, vagy ilyen dolgok. Állandóan kötekedtek, meg kötekednek még a mai napig. Felnőttek mondják nekem, hogy add el a házat, mert úgy összeomlik, mint a kátyavár. Jönnek oda még anyósomnál lakunk a két fiúval, kicsi ház, szóval körülmények is izé, de inkább oda mentünk. És akkor jönnek oda is, hogy adjam ki albéletbe. Hát annyira hülyére veszik az embert, annyira azt akarják, hogy az övéké legyen. Úgyhogy szörnyű. Tehát ők akarják megszerezni, igen. És ezért. Tehát addig fenyegetik az embert, igen, amíg igen. El nem menekül, és magára nem hagyja igen, most is az előbb, akikkel itt riportot csináltak, jött itt, és akkor mondja nekem, hogy adjam oda neki, elbontsa ő szívesen a faanyagért. Úgy is el fogjuk hordani ezzel a kijelentéssel. Inkább adjam oda, mint ellopják. Ez a két választás. Az, hogy esetleg a hatóságok, meg az állam, meg az önkormányzat megvédené magát, meg a tulajdonát, ez föl sem igen, nem. Úgyhogy mondom, én a polgármester úrba is hatalmasan csalódtam, mert hülyének nézik az embert. Rendőrségtől küldtek hozzájuk, oda-vissza, szóval...
És hát amíg azt érzik ezek az emberek, hogy ezt megtehetik, így mert van. Ott senki nem csinál semmit, hogy megvédje az áldozatokat, addig meg is fogják meg, tenni persze, nyilván, nem? Igen. Hát akkor majd... Szevasz!